Az este vendége Dolcsfür Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! És Bárándi Gergely, az MSZP országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok. Estét kívánok! Most itt élőben is akkor megvitathatják ellentétes álláspontjaikat. Először hadd kérdezem öntől, hogy miért tartja jogi abszurditásnak az OVB döntését, hiszen az történt, hogy hitelesített egy választópolgár népszavazási kezdeményezését. Az Országos Választási Bizottság ebben a több mint 9 hónapos Herceg utcában, amiben a Fidesz és a KDNP által kezdeményezett népszavazási kérdések elbírálásakor kormányszervként működött. Gyurcsány Ferenc és az MSZP politikai megrendelését próbálta teljesíteni, ez a politikai megrendelés pedig nem volt más, mint sem, hogy ellehetetlenítsék ezt a népszavazási kezdeményezést. Ennek a jogi abszurditás sorozatnak a csúcspontja talán az volt, amikor az OVB elnöke, az OVB elnök helyettese, az OVB delegált MSZP-s tag az hosszan arról értekezett, hogy az Alkotmánybíróság döntése az nem kötelező az Országos Választási Bizottságra. Bárándi urat és engem is egy ilyen mondatért a jogi egyetemen megbuktattak volna, de ezek szerint, ha az ember OVB tag, akkor a minimális jogi korrektségre sem kell figyelemmel lennie. Most pedig szerintem indiferens a nyelvész úr, nehogy adatvédelmi szabálysértés kövessek el, hogy megemlítem a nevét, tehát a magánszemély kezdeményezésével kapcsolatos OVB döntés jogilag vagy politikailag indiferens, hiszen ez a kezdeményezés ez nem azt a célt szolgálta, hogy tényleg népszavazás legyen ezekben a kérdésekben, hanem az MSZP érdekében, szerintem az MSZP megrendelésére azt a célt szolgálta ez a kezdeményezés, hogy kiüsse, ellehetetlenítse a Fidesz és a KDNP kezdeményezését. Mindjárt fog reagálni, de engem az érdekel. Csak a jogi értelemben pedig azért, mert április közepén épp az OVB MSZP-s tagja lelkesen és izgatottan fejtegette az OVB ülésén egy a társadalombiztosítás privatizációjával kapcsolatban benyújtott kérdést illetően, hogy mivel az előző percekben egy hasonló tárgyban benyújtott kérdést hitelesített az OVB, innentől kezdve ugyanabban a tárban benyújtott másik kérdést érdemben ne is vizsgáljon, hanem utasítsa el, hiszen már ebben a kérdésben egy kérdést jóvá hagytak. Az néhány héttel később pedig ez már nem is fontos. Mindjárt visszatérünk, de azért kettő dolgot megfogalmazott. Egyrészt azt, hogy a kormány rendelésére dolgozik az Országos Választási Bizottság, illetve hogy az MSZP külön rendelésére, tehát nyilván fog most reagálni. Természetesen. Hát én azt gondolom, hogy a Fidesznek ismételten sikerült lejáratni egy eddig köztiszteletnek és közmegbecsülésnek örvendő intézményt, ugyanúgy, ahogy ezt néhány hónappal vagy héttel ezelőtt még a rendőrséggel tette, most ezt teszi az OVB-vel, nem tudom, hogy mi lesz a következő. Én azt gondolom egyébként, hogy senki nem mondta azt, hogy az Alkotmánybíróság határozatai nem mindenki számára kötelezőek. Arról volt szó, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezheti ugyan az Országos Választási Bizottságnak a döntéseit, de azt nem szabhatja meg, hogy tartalmilag milyen döntést hozzon az OVB. Erről beszélt mindenki, és ez a kijelentés a mostani hatályos jogszabályoknak teljes mértékben megfelel. A probléma, én azt gondolom, hogy azzal van, hogy ugyan a Fidesz és képviselőtársam természetesen nyert, mert hiszen 6 kérdést az ország, vagy az Országos Választási Bizottság hitelesített, bár nem tudjuk, hogy az Alkotmánybíróságnak erről majd mi lesz az álláspontja, ha esetleg valaki ezt megfelelbezi, de mi volt ennek az ára? Az, hogy lejárattunk ismét egy intézményt, ahogy mondtam, és az egésznek a célja, azon kívül, hogy a Fidesz ismételten egy aktuálpolitikai és tényleg most hasznot hajtó aktuálpolitikai okokból gyakorlatilag föláldoz egy olyan, vagy amortizál egy olyan a köztársasági elnök úr által is egyik legfontosabb, a demokrácia egyik legfontosabb alap pillérének, alapintézményének nevezett jogintézményt, mint a népszavazás. Ez történik, mindezt azért, mert én úgy gondolom, hogy a Fidesz fél attól, hogy ezek a reformok esetleg 2010-re megmutatják magukat, hogy milyen nagy szükség volt rájuk, és az emberek be fogják ezt látni, minden eszközt megragad arra, hogy ezt megakadályozza. Hát ezt meglátjuk, hogy az emberek mit látnak be, mert ahhoz először is ki kellene, hogy írják a népszavazást. Felvetette azt, hogy az Alkotmánybíróságnak lesz-e szava, az MSZP tervezi-e, hogy az Alkotmánybíróságnál megtámadja a hitelesítésként? Az MSZP eddig se támadta meg, és eztán se fogja. Az MSZP, ahogy mondtam, úgy, ahogy azt egyébként minden demokratikus párttól elvárható volna, tudomásul veszi az Országos Választási Bizottságnak a döntését. Tervezi a Fidesz? Az MSZP nem támadja meg az Alkotmánybíróság előtt a döntéseket, az MSZP gyáván állítólagos civilek mögé bújik.
hogy mondjam, nekem az edzőm mondta annak idején a pályán, amikor valami teljesen valószínűtlen dolog történt, hogy szeretem a hajnalt. Tehát szeretem a hajnalt, hogy a kórházi napidíj, a vízidíj és a tandíj ügyében az UVB által végül hosszú-hosszú Herce Hurca után jóváhagyott kérdést 30 beadványban támadták meg civilek. Nyilvánvaló semmi közük nincsen az MSZP-hez, véletlenül sem iniciálja az MSZP ezeket a beadványokat. De miért ezt egyébként nem tudja feltételezni, hogy vannak olyan állampolgárok, akik az önök kérdését tették fel mondjuk az egy vagy több biztosítós rendszerről, hogy ők is magánszemélyként tették ugyanezt, és mondjuk nem a Fidesz szolgálatában? Én sok mindent tudok feltételezni, de a kinek az érdeke kérdésre adott válasz, az az életben meg a politikában is sokat segít. Egy szó mint száz, a Fidesznek, hogyha van népszavazási kezdeményezése, demokratikusan, őszintén a nyilvánosság elé áll és benyújtja. Ha az MSZP-nek van kifogása, akkor civil mögé bújik és onnan támad. Ha az MSZP-nek valami nem tetszik, akkor független intézményeket is kritizálhat. E hét elején Nyakó István, ha jól tudom, az MSZP szóvivője, teli szájjal kritizálta a köztársasági elnököt, mert a köztársasági elnök kritizálni merte a miniszterelnököt, amikor pedig az Országos Választási Bizottság önmagát lejárató magatartását valaki nevén nevezi, akkor pedig hát ironkodik az MSZP és egy független intézmény lejáratásáról beszél. Nem erről van szó, szerintem az UVB önmagát járatta le, mint a rendőrség is önmagát járatta le tavaly október 23-án, amikor békés tüntetőket vert meg. Nem. Azt gondolom, hogy igen rossz logika az, hogyha valaki úgy próbálja a befolyásoltságot ugye magyarázni, hogy kinek mi állt az érdekében. Hát mondjuk a gazdálkodóknak érdekében áll, hogy eső legyen, attól még nem ők csinálják az esőt. Attól, mert egy kérdés esetleg valamelyik pártnak, vagy egy kérdés feltétele, vagy egy beadvány benyújtása valamelyik pártnak az érdekében áll, vagy annak jól jön esetleg, az még egyáltalán nem biztos, sőt, azt gondolom, hogy igen megalapozatlan arra következtetni, hogy ez annak a pártnak a megrendelésére történt meg. Lehet, hogy ez a Fidesznél így van, és a Fidesz érdekét szolgáló beadványok, magánszemélyektől származó beadványok, azok így keletkeznek, de az MSZP-nek ez nem stílusa. Tehát magyarul ez a mostani kezdeményezés, amit egy magánpolgár kezdeményezett, ez egy magán kezdeményezés. Abszolút, ezt az MSZP is így mondta, és a magánszemély is ezt mondta. Képviselő, nem gondolja, hogy maguk alatt vágták azzal a fát, hogy abban a 4 hónapban, amikor lehetett volna aláírás gyűjteni, nem kezdték meg az aláírásgyűjtést, hiszen akkor nem került volna arra sor, hogy valaki benyújthasson hasonló tartalmú. Szeretném világosát tenni, nem megsértve, mert ugyan nem ismerem, de ismeretlenül is tisztelem és nagyra becsülöm, mint demokratikus jogaival élő állampolgárt, a nyelvész urat, de indiferens a kezdeményezése. Még egyszer mondom, ez a kezdeményezés ez nem arról szólt, hogy ebben a 3 kérdésben lehessen gyógyszerpatikán kívül is árusítani, külföldiek kezére kerülhessen a termőföld, és lehessen privatizálni a kórházakat. Erre vonatkozik a nyelvész úr népszavazási kezdeményezés, hogy ezekben az ügyekben legyen népszavazás, hanem azt a fondorlatot, ezek szerint akkor saját elhatározásából az MSZP gondolatait meg sem érezve, ez egészen biztosan így van, én Bárándi úrnak hiszek természetesen, azt akarta elérni, hogy benyújtja a védettség lejárásán, lejártakor július 9-én 16 óra 1 perckor, utóbb azt gondolták, hogy mi utóbb fogjuk csak benyújtani mondjuk 16 óra 5 vagy 8 perckor, és egészen biztos vagyok abban, hogyha ez történt volna, akkor az UVB tegnapi ülésén Kálmán úr 3 kérdését először hitelesítik, majd utána arra való tekintettel, hogy ebben a 3 témában már van hitelesített kérdés, elutasítják a Fidesz 3 kérdését. Ezt a célt szolgálta ez a manőver, ez pedig az MSZP kormány és Gyurcsány Ferenc politika érdekét szolgálta. Ugye az MSZP gyorsan rátehénkedett Kálmán úr kezdeményezésére, rögtön jelezték, hogy milyen remek, majd gyűjtenének, most Kálmán úr szabódik és azt mondja, hogy nem kell az MSZP segítsége. A Fidesz mind a 6 kérdésben összegyűjti, rövid időn belül az aláírásokat, és lesz ebben a 6 kérdésben népszavazás. A 4 hónap alatt pedig azért nem gyűjtöttünk, mert előre jeleztük, egyszerre, egy időben szeretnénk lehetőséget teremteni a polgároknak arra, hogy az általunk kezdeményezett kérdésekben a véleményüket kifejthessék. Ezt akarta ellehetetleníteni a hatalom, és az idő húzással szét akarta szakítani egymástól a kérdéseket, de ez sem sikerült nekik.
Hát én azt gondolom, hogy a teljesen antidemokratikus OVB az hitelesítette most a Fidesznek azt a három népszavazási kérdését, amit egyébként ő szeretett volna. Most már mind a hatot, csak a hármat ugye egy kicsit korábban. Én továbbra is azt mondom, hogy lejáratni állami, lejáratni demokratikus intézményeket aktuál politikai okokból és célból, ez egy olyan felelőtlen magatartás, amire talán szavakat sem találok. Az OVB azt mondja, igen? Az OVB szocialista tagja azt mondja, szó szerint, hogy rá, mint OVB tagra, és az OVB-re nem kötelezőek az Alkotmánybíróság döntései. Tartalmilag nem tud kötelező. Szó szerint ezt mondta. Tartalmilag. Úr, akkor valószínűleg szerencsétlenül fogalmazott. Ez egy másik ez kérdés. Járatja, de utána így is döntött. Nem csak így fogalmazott, így is döntött, és azt mondták, hogy az Alkotmánybíróság ugyan arra kötelezte az OVB-t, hogy már első visszaadott körben hitelesítse a Fidesz három kérdését, mégsem hitelesítették. Csak a második, ha tetszik, alkotmánybírósági intő után ironkodva-pironkodva. Újabb döntést kell hozni az OVB-nek ebben a kérdésben, nem pedig hitelesíteni. Ez az, ami lejáratja. Pontosan ez az, amit mondok, nekem, hogy nem tartalmi kérdést határozott meg az Alkotmánybíróság. Üljön le a Szoboszlai úrral, az MSZP, ön a jogi tagozat vezetője, és magyarázza azt el neki, hogy egy független intézmény tekintélyét az járatja le, hogyha a magyar alkotmányos rendszerben az Alkotmánybíróság döntését magára nézve nem ismeri el kötelezőnek. Nem kívánom újra elismételni ugyanez a tartalmi döntést. Örülök neki. Nem. Tartalmi döntést nem határozhat meg az Alkotmánybíróság, hatályon kívül helyezheti és új eljárásra kötelezheti az Országos Választási Bizottságot. Akkor itt most ezt a vitát berekesztjük, de van egy olyan gyanúm, hogy ez folytatódni fog még a következő napokban, hetekben. Köszönöm, hogy itt voltak. Én köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm szépen.